Zöld erdőbe, zöld mezőbe, zöld erdőbe, zöld mezőbe lakik egy madár. Kék a lába, zöld a szárnya, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, begyöngyen járja. Várj, madár, várj, te csak mindig várj, míg az Isten úgy engedi, tiéd leszek már. Várj, madár, várj, te csak mindig várj, míg az Isten úgy engedi, tiéd leszek már. Na, 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 Szórákat énekelt nekünk a hét utolsó munkanapján, de nem is akármilyen hétén, hanem a Népdal és Népművészet hetét tulajdonképpen búcsúztatjuk ezzel a dallal, de Kati majd még visszatér hozzánk beszélgetni. Oszter Alexandrával köszöntjük önöket nagyon nagy szeretettel. Na és ugye emlékeznek még arra, hogy hogyan kezdődött az adás. Szórák Adi énekelt nekünk, gyönyörű volt, és most a beszéd hangját is meghalljuk, leültünk itt beszélgetni. Te hogyan csöppentél bele egyáltalán a népdalnak a világába? Szerintem én így születtem. És én vallom. Mindenki így születik, szerintem. Erre születni kell? Hát erre születni kell, de mindenkiben benne van az a vágy, hogy nem csak a beszéd hangjával, de akár az ének hangjával is meg tudja magát mutatni. Legalábbis nekem ez a természetes, és én vallom azt, hogy a gyerekek előbb énekelnek, és aztán beszélnek. Hát elkezdem lőgicselni. Mondjuk én nagyon sokat énekeltem mind a kettőt. Jó, de ő nyert is tegnap egy versenyt, igaz? Kis leleplező, pont egy népdal versenyt, igen. Pont véletlenül. Úgyhogy ez szóval egy fantasztikus mi szeretjük, de miért éppen a népdal? Miért éppen a népdal? Kérdezem. Egyébként miért éppen a népdal? Felvidéki származású révén nagyon fontos volt az, hogy a gyökereimet ne csak az anyanyelvemben őrizzem, hanem a népdalainkban is. Mert hát ez egy olyan gazdag kincstár a lelki világunknak, a hihetetlen forrása. Őslélek szólal meg ezekből a dalokból, és az, hogy az ember, ha meg akarja ismerni egy népnek a lelkületét, akkor a népdalaink keresztül tud legközelebb hozzáférkőzni. Hát pedig nekünk aztán van egy hihetetlen. Én akárhányszor jártam külföldön, óriási sikere volt mindig az egyszál hangnak is. Ez a legintimebb hangszer, a legbensőségesebb, és a dalainkon keresztül mindenfajta emberi érzés elmondható. És kezdjük elfelejteni ezt a lehetőséget, hogy igenis, torkunkban van egy kincs, minden emberben megvan. Igen. És mi az oka, hogy ma egy kicsit tiltakoznak a gyerekek? Rosszul van tálalva? Szerintem rosszul van tálalva, igen. Ilyen avid dolognak, egyes rétegek avid dolognak érzik, pedig ott kell elkezdeni a pici korban. A lélekhez szól közvetlenül. Pontosan. Igen. Hát altatóval kell lefektetni a gyereket, igen. Megnyugszik, nem a számítógép elé kell ültetni szerintem a gyereket. Szerintem nagyon sok gyerek, de arról egyébként a gyerekek nem is tudják, hogy ez népdal, hanem egyszerűen csak együtt nőnek fel vele. Pontosan. Hát ez egy játék. A gyerek nem, talán nem is tudják, hogy tulajdonképpen szeretik, mielőtt elkezdenek. Pontosan. Igen, nem tudatos. Pontosan. Igen. Most egyébként Amerikában voltam, és tényleg ott is egyszer hangommal tartottam koncerteket, és többek között New Jersey-ben volt egy előadásom Garfieldben, és oda jön hozzám egy anyuka a két gyermekével, és hát elárulta, hogy amikor ő szülte a gyerekeit, akkor az én lemezemet hallgatta. Hű, és az a két gyerek az ismerősként hallgatta az én komoly dallamaimat. Ez tulajdonképpen, ha nem is egy elegáns kifejezés erre, de azért mondjuk egy életforma, nem? Tehát egy életforma, ez nem úgy van, igen, hogy igen. Szeretem ezt a fajta zenét, meghallgatom, eléneklem, hanem de ennek egy csomó oldal ága van. Persze, meg hát azért más műfajban is kipróbáltam én magam. Most az imént láttuk Kovács Katit. Nekem ő volt a példaképem, és szerintem neki is köszönhető, hogy én énekes lettem. Sőt, én Kovács Kati számokat énekeltem, még a Felvidéken, főleg a Táncdal fesztiválokon, és nyertem is vele. Az valahogy sokkal ártatlan dolognak tűnt annak idején, mint a népdalt énekelni, és hát nagyobb tömegeket vonzott.
gyerekekkel is foglalkozol. Van olyan, igen, hogy valaki, amikor meghallgatsz egy gyereket először, igen, hogy hogyan énekel, akkor eldől, hogy népdalénekesnek kell lennie, mert olyan a hangfekvése vagy a kiállása. Igen, az egyébként rögtön érződik, hogy ki az, akiből lesz valaki. Nekem is van több ilyen kis tanítványom. Nem akarok most neveket mondani. Ezt? Hát én 6 éves kortól foglalkozok gyerekekkel, de járt hozzám 20 éves is, 25 éves is, és csak azért, hogy lelkét nyugtassa. Soha nem késő, soha nem késő. Vannak olyan élethelyzetek is, amiben segít az, hogyha a népdalba kapaszkodhatunk? Hát hogyne, nekem van egy gyógyítós lemezem is, ami agyvérzéses betegeket gyógyít. Igen. Hogyan? Hogyan? Tehát ugye két agyféltekénk van, és a beszédközpont van a jobb, és a zenei memória bal agyféltekében van, és akik beszédkorlátozottak, azok énekelni tudnak. Mert máshol van. Igen. Uh-huh. Tehát de csak azoknál működik ez, akik ismerik ezt a zenei nyelvet. Tehát a gyerekkorból előjönnek ezek a régi dallamok, és akkor még a beszéd is sokkal könnyebben megy nekik. Elkezdenek énekelni, és föllazul. Tehát segít a gyógyulásban, igen, és ráadásul igen, olyan szöveget is mondanak, ami persze, esetleg rögzül is, az, pontosan, hogy gyógyítsa magát a szervezet. A tavaszi szélvizetárat mindenki ismeri. Mert hát a régi generáció azért még énekesebb volt, mint a mai. Igen? Én nagyon énekes igen, vagyok, igen, ott én is. Igen. Jó, hát ez ritka kivétel, de akkor ez most egy ilyen osztalt társaság. Van egy olyan réteg, akiket ez nagyon-nagyon érdekel a népzene, mert eljön egy időszak 10 éves korban, hogy keressük a gyökereinket, keressük, hogy honnan jöttünk, és óhatatlanul előtérbe kerül a népdal is. Igen, igen. 10 éves korban? Tehát a tinédzsereket? Igen. A tinédzserek érzékenyek erre, őket bele lehet igen, csábítani ebbe a világba? Hogy az identitásunk megszilárduljon, és akkor... És akit ez megérint, az nem tudja abba hagyni. Uh-huh. Igen, igen, ez igaz, mondjuk én... Mint egy mély kút olyan ez. Koncerteken neked mi a tapasztalatod, hogy melyik az a korosztály, aki a leglelkesebb? Hát nálam nagyon vegyes a közönség, idősebbek, fiatalabbak, például ma Dunaszerdahelyre utazom, a Héttorony Fesztivál keretén belül lesz egy a cappella koncertem, ahol 70 percet egyedül, egy szál hanggal fogunk. Az bizony nem semmi. Nem semmi, nem, fizikailag sem semmi, mert nem lesz még erősítésem, de hát a Makovec által tervezett gyönyörű szép városháza dísztermében lesz, és ott gondolom, hogy az akusztika is egy ilyen templomi hangzást fog majd eredményezni, és ott 3 növendékemmel fogok előadni, 3 zeneakadémistával, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, és hát ez majd megismétlődik itt Budapesten is, még ebben a hónapban, 29-én az 5-ös 10-ben, vasárnap pedig Bényre utazom, ott pedig egy templomi koncert lesz a Rotundában, és kedden pedig az Uránia moziban lesz, az Etnofonnak egy nagy gálaműsor, és ott is énekelek. Ezekre kicsi gyerekeket is lehet vinni? Hogyne, a pici gyereket is megérinti, még a legdrámaibb hangvételű dal is. Hát engem az lepett meg, most visszatér megint, mert Amerikában ez a friss élmény, hogy azok a picik, akik még beszélni is alig tudnak, vagy bár az angollal keverik a magyart, hát rögtön ráéreztek, hogy itt valami van. Igen, igen. A dallam is. Hát a dallam is magával tudja ragadni az embert, nem az csak a szöveg. Az én gyermekem is nagyon szereti a népdalokat, és most már mondja is, hogy melyiket énekeljem. Valamire azt mondja, hogy az már unja, és akkor ő válogat. Nagyon hogy szereti, nem, mert hogy történetet mesél el, és hogyha mondjuk felcserélek valami két verszakot, akkor ő rögtön helyre mondja, hogy igazít, nem úgy igen, van. Igen. Elképesztő mennyiségű dalt ismersz, találkozol még újakkal, keresel, hát mindig, és mindig más-más megközelítésben próbálom a dalokat is felkutatni. Például engem nagyon izgatnak a Közép-Európa népének közös dallamai, hogy mi az, ami közös bennünk, mert a ünnepeinkben is hát együtt csillunk, együtt nevetünk, tehát csak a nyelv választ el bennünket. És külföldön mit mondanak arról? Mi az, ami miatt egy idegen füllet megragad a magyar népdal? Hát hihetetlen kuriózum nép vagyunk mi. Egyedi, a nyelvünkben is egyediek vagyunk, zenénkben is nagyon sajátságosak. Keletről is hoztuk a dallamvilágot, de nyugat is hatott rá. És ebből egy csodálatos szintézis jött létre. És nem beszélve itt a körülöttünk élő népekkel. Tehát az együttélésnek köszönhetően nagyon sok közös dolgunk van, dallamokban is. Vannak rokonaink? Népdal rokonaink? Hát van. Törökből is átfelelhetek. Igen, törökből is, igen, igen. Én inkább a török rokonságot valami, és nem a finnugort. Szintén. Na, akkor búcsúzol, fussuk el még egyszer azt, hogy ma, illetve a következő napokban hol láthatnak téged. Tehát ma Dunaszerdán este 7:30-tól a Városházán, vasárnap Bényen, hogyha valaki esetleg ezt hallgatja, Bényi Rotundában, 5 órakor, jövő héten kedden az Uránia moziban este 7-kor, és aztán 29-én várom szeretettel a kedves közönséget Budapesten az 5-ös 10-ben este 6 órakor.
De legközelebb itt nálunk az adás végén még egy dalt várunk. Igen. Meg szeretettel, illetve karácsot. Duda utánzatot fogok énekelni felvidékre, és Duda utánzatot. Kíváncsian várjuk, illetve azt is, hogy karácsony előtt majd még visszatér hozzánk. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk vagy ma.